Az alapítvány szervezésében most már második alkalommal rendezitek meg ezt a sporteseményt, sportnapokat. Milyen hagyományai vannak, lesznek ennek a programnak, hogyan látod? Most a második alkalommal rendezzük ugye meg Kiskörösön a Kiskörösi Bajnokok versenyét. Elsőnek 2019-ben szerveztük meg, de utána ugye a pandémia miatt sajnos ezt nem tudtuk megtartani, viszont most újult erőkkel újra szervezzük ezt az eseményt. Két nap lesz, ma van az első sportnap, és szombaton lesz a második sportnap. Nagyon szeretnék igen ennek egy hagyományt teremteni, hogy minden évben a gyerekek így tavasszal el tudjanak jönni, és sportolni tudjanak egymással, illetve hát, hogy jól érezzék magukat. Milyen programok lesznek, milyen sportágakban mérhetik össze az erejüket a gyermekek? Öt sportágban indulnak a gyermekek egymás ellen, a pénteki napon sakk és lövészet lesz a versenyek, és a szombati napon pedig futás, asztali tenisz és úszás. A szervező munkálatokban kik segítettek, hogyan állt össze a program, kik állnak mögöttetek? Nagyon sok támogatója van a rendezvénynek, külön most nem szeretnék senkit kiemelni, de ez majd a honlapunkon, illetve a közösségi médiában meg fogjuk őket jeleníteni, mert tényleg nagyon sok, legalább 60 támogatója van a rendezvénynek. Magának az események lebonyolítását kollégáim, munkatársaim segítik, illetve 30 darab önkéntes érkezett. Ők vagy támogatói az alapítványnak, és úgy lettek önkéntesek, vagy pedig gyógyult fiatalok, akik maguk is a daganatos betegséggel küzdöttek, 18. életévüket már betöltötték, és most meg már önkéntesként járnak vissza az alapítványunkhoz. Mennyi gyermek jelenik meg most majd itt Kiskörösön, és honnan érkeztek ők? 60 gyermek fog részt venni ezen a kétnapos rendezvényen. Igazából Magyarország egész területéről, legtöbben inkább Pest megyéből, Budapestről érkeznek, de jöttek Szegedről is, Szombathelyről, Debrecenből, illetve Pécsről is érkeztek gyerekek. Mit lehet tudni a gyermekekről, hogyan kerültetek velük kapcsolatba, és hogyan tartjátok velük a kapcsolatot? Ugye mindegyik gyermek, aki részt vesz a versenyen, ők daganatos vagy leukémiás betegségből már gyógyultak. Tehát amikor ők bekerülnek akármelyik onkológiai, hematológiai központra, az alapítványunknál tudnak regisztrálni. Igazából ez a feltétele annak, hogy részt vegyenek ennek a versenyen, ugyanis minden támogatása az alapítványnak térítésmentes. Mi folyamatosan tartjuk velük levelező rendszereken keresztül, illetve a közösségi médiában a családokkal a kapcsolatot. Amikor egy ilyen rendezvényt meghirdetünk, akkor az onkológia-hematológiai központokba is szoktunk kiküldeni meghívókat. Hogyha van olyan gyermek, akit ez érdekelne, akkor sok szeretettel várjuk erre a rendezvényre. Mennyire interaktív a kapcsolat a gyermekek, a beteg gyermekek is köztetek az alapítvány között, hogyan tudjátok őket segíteni, nem csak egy-egy ilyen programmal, hanem a mindennapokban? Ugye az alapítvány Budapesten van a irodája, ugyanis a Tűzolt utcai klinika mellett található ez az iroda. A beteg gyerekeknek kb. Az 52%-át a Tűzolt utcai klinikán kezelik. Rengeteg támogatás van az alapítványnak. Nyilván a vidám programok mellett azért komoly segítő munkát folytat az alapítvány. Közöttük betegszállítás, mamalakást, illetve rehabilitációs tornatermet üzemeltetünk Budapesten. Kiskörösön pedig van egy rehabilitációs házunk, ahol egész évben terápiás, illetve rehabilitációs programokkal várjuk a családokat. Itt egy-egy hetes programokat kell elképzelni, illetve körülbelül az elmúlt 23 évben körülbelül 400 millió forinttal támogattuk eszközökkel, orvosi eszközökkel a különböző onkológiai és hematológiai központokat. A gyermekek részéről milyen a visszacsatolás, hogyha segítetek valakinek, tudjátok-e tartani több évig akár, vagy hosszú távon velük a kapcsolatot? Igen, vannak olyan ugye, gyógyult fiatalok, akikről előbb beszéltem, van itt olyan gyógyult fiatalunk, aki 2006-ban kezelődött, utána került be az alapítvány, vagy közbe került ugye be az alapítvány képébe, elsőnek ugye betegszállítással segítettük, aztán már táborokba jött, különböző programokra, és most meg már önkéntesként, hát most már 23 évesen jár vissza az alapítvány. Úgyhogy ő például, de nagyon sok ilyen gyermek van, akit folyamatosan, illetve a közösségi média ugye ebben nagy segítség, mert ismerősök vagyunk velük, és mindig azért folyamatosan látjuk, hogy mi történik az életükben, hogy merre tart a sorsuk. Az Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány ismét egy nagyszabású sportrendezvényt tart Kiskörösön. A város, az önkormányzat miben tud segíteni az alapítványnak ebben?
Nagyon nagy öröm, hogy újra itt lehetnek a gyermekek Kiskörösön, és az is nagy öröm, hogy az Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány aktivitása újra látszik. Tudjuk, hogy 23 éve hihetetlen komoly munkát végeznek, és töretlen hittel és energiával próbálnak segíteni ott, ahol kell. Ez az összejövetel, ez pedig én azt gondolom, hogy egy összekovácsoló, egy barátkozó, egy hitet adó rendezvény azoknak, akik már meggyógyultak. És pont az a lényege, hogy azért bajnokok versenye, mert ők már bajnokok, ők már nyertek, ők legyőzték a betegséget, és ez pedig már egy ilyen kis baráti találkozó, amit sportrendezvénnyel összekötnek. Mi termet adunk, eszközt adunk, amiben csak tudunk, segítünk az alapítványnak. Ők egyébként határozottan elmondják, hogy mire van szükségük, amiben tudunk, mi mindenben segítünk. Természetesen a legfontosabb segítség az a sportcsarnok, az uszoda, a futópálya, és minden, amit ők használni szeretnének. Mit jelent a városnak az, hogy az alapítvány székhelye Kiskörösön van? Hát azt gondolom, hogy a város hírnevét viszik ők a munkájukkal és azokkal az eredményekkel, amit elértek 23 év alatt, és ahogy látom a Takács családot, ők töretlenül fognak előre menni. Most már a legifjabb lányuk Kata is beszállt, és most már ezt az egész rendezvényt ő szervezi. Na, ez a megnyugtató. Az, hogy van egy folyamata az alapítvány működésének, és van, akinek átadják majdan az alapítvány vezetését, hiszen ő is ugyanazzal a gondolatvilággal és ugyanazzal az identitással dolgozik, mint ahogy azt a szülőktől tanulta és látta. Tehát az alapítvány Kiskörösnek rendkívül fontos, nem csak hírvívésben, hanem üzenetben is. Az önkormányzatnál mit jelent az, hogy valaki egészséges legyen Kiskörösön, az egészséges életmód és maga az egészségügyi szektor kezelése? Alapvetően Magyarország kormánya minden évben pályázatot hirdet egy egészségfejlesztési irodák létrehozására. Mi az első pályázattól kezdve mindig itt vagyunk, fenntartjuk, és amit kell, természetesen hozzátesszük és segítjük. Az egészségfejlesztési irodánk egyébként nagyon aktív és kitűnően működik. Kérem a kiskörösieket, hogy minél többen keressék az egészségfejlesztési irodát a Művödési Házban, és sok-sok egészségfejlesztő programba tudjuk bevonni a lakosokat. Az egészség a legfontosabb. Már második alkalommal rendezték meg a bajnokok versenyét itt Kiskörösön. Önök a kórházban tesznek sokat a gyerekekért, az alapítvány pedig ilyen rendezvényekkel. Gondolom, hogy önök is támogatják ezt. Nagyon fontos. Tehát ilyen súlyos beteg gyerekeknek a gyógyulása nyilván egy orvosi kihívás, a nővéreknek, a szakszemélyzetnek, a kórháznak egy nagy kihívás, de ez még mind nem elég. Tehát ez egy csapatmunka, és a segítőknek, az alapítványoknak, az önkénteseknek óriási, óriási szerepe és jelentősége. Hiszen ne felejtsük el, hogy ezek a gyerekek sokszor hetekig, hónapokig, ne adj Isten, sokszor hosszú évekig állnak ismételten kezelés alatt, és ennek micsoda súlyos következményei vannak az ő lelki állapotukra, magatartásukra, iskolai elhelyezkedésükre, stb. Tehát az, hogy ők teljes értékű tagjai tudjanak lenni a társadalomnak, nem csak orvosi értelemben, hanem pszichoszociális értelemben, abban ilyen rendezvényeknek, alapítványoknak, civil szervezeteknek óriási jelentősége van. És gondolom a rehabilitációjukban is, hiszen ugye itt úgy érkeztek ide, hogy előtte sportoltak, és a mozgás azt gondolom, hogy nagyon fontos. Abszolút, abszolút. Tehát az, hogy az életminőség megfelelő legyen, az nem ér véget az orvosi kezeléssel, és nem ér véget azzal, hogy megvan a protokoll, és kipipáltuk, hanem igen, utána jön a rehabilitáció, hiszen magának a betegségnek is sajnos lehetnek késői maradandó következményei, a kezelésnek is lehetnek, vagy a műtétnek lehetnek sajnos maradandó következményei, és ezeket kell tompítani, ezeket kell rehabilitációval korrigálni, és
ebben tudnak talán a civilek és az alapítványok a legtöbbet segíteni. Tehát a gyógyszereket finanszírozza a megfelelő szerv és kormányzat. Az utógondozásban és a társadalomban való visszailleszkedésben, a rehabilitációban a civileknek, és így az Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítványnak kiemelkedő szerepe van. Sok ismerős gyereket látott itt a mai nap folyamán? Sokan, igen. Tehát azért azt tudni kell, hogy a Tűzoltó utcai gyerekklinika, hogy a Semmelweis Egyetem 2. gyermekklinikája kezeli a felét körülbelül az országban az ilyen nehéz sorsú gyermekeknek, úgyhogy itt is körülbelül legalább a fele, ha nem több a Tűzoltó utcai gyerekklinikáról volt, úgyhogy sokakat én is személyesen ismerhettem, hiszen én is hematológus vagyok, én a leukémiás és vérképzőszervű beteg gyerekeket gyógyítom mind a mai napig, és sok kisgyerek a mi kezünk alatt nőtt föl, és gyógyult meg szerencsére, úgyhogy óriási élmény nekünk is. Halványulnak már az emlékek, amiket tavalyi évben szerzett az olimpián, vagy még élénken élnek? Természetesen halványulnak is, és természetesen élénkek is egyben. Mindig nagyon jó érzés visszagondolni rá, ugye tavaly nyáron voltam itt már Körösön, és szinte közvetlenül az olimpia után, úgyhogy felevelettek most az élmények ez kapcsán. De hát mindig egy ez elképesztően pozitív visszaemlékezés nekem ez a 2021-es tokiói olimpia. Pedig tele volt nehézséggel a 2021-es év, és mégis ezt mondja? Utólag azt kell, hogy mondjam, hogy igen. Sőt, még kicsit csúnyán fogalmazva, vagy rosszul hangozva azt tudnám mondani, hogy nekem még a pandémia abból a szempontból jót is tett, hogy sokkal jobban össze tudtam magam szedni az olimpia idejére fejben, mind fejben, mind fizikálisan. Elképesztően hosszú volt, tele volt kételyekkel, lesz olimpia, nem lesz olimpia, megtartják, halasztják, és a többi, és a többi. A sportvilág szempontjából szerintem nagyon, nagyon szerencsés helyzet volt az, hogy megtartották, még annak függényében is, hogy nézők nélkül. Én úgy gondolom, hogy ezt meg kellett tartani. Bíztunk abban, hogy egészségügyi problémákat ez nem fog felvetni se Japánban, se globális értelemben. És így, ahogy utólag visszatekintünk rá, úgy látom ténylegesen, hogy nem voltak ez ügyben problémák, tehát jól döntött a Nemzetközi Olimpiai Bizottság és a japán kormány. Pedig én azt gondolom, lehet, hogy rosszul, hogy egy bizonytalan helyzetben sokkal nehezebb a felkészülés. Egészen biztos. Ez nálam is, hogy mondjam, felütötte a fejét. Ebben a helyzetben kellett egy nagyon jó mentálkócs, itt Járdán Tamás személyében, aki vissza tudott hozni az élők sorába, és fel tudtuk, hogy mondjam, tüzelni magunkat erre az utolsó egy évre, amit ugye olyan értelemben utolsó egy évben, ami az olimpia előtt volt. Nagyon-nagyon kellett, én is elég mély ponton voltam, még a pandémia legelején, de ahogy ki tudtunk belőle kecmeregni, tényleg elképesztő volt is pazar. Úgy gondolom, hogy mind a sportvilágban, mind pedig a laikus világban is, tehát mondjuk egy üzleti szférában is, nagyon fontos az, hogy az ember mentálisan készen álljon mindenféle rendkívüli esetre, és sokkal többet tapasztaltam ez ügyben, mint amennyit gondoltam volna, úgyhogy itt még egyszer szeretném megköszönni a Tamásnak a segítséget a 1020. alkalomra, és kell, akkor a 10.000-re is megfogom. Nagyon örülök, hogy együtt tudtunk dolgozni, és bízok benne, hogy a folytatás is hasonló sikereket fog hozni. Ha úgy felidézi fejben azt a napot, azt a bizonyos napot, akkor mi az a legmeghatározóbb emlék, ami először előjön? Hát amikor az olimpiai bronzérmet hozták nekem a tálcám. Tehát magán az napon fosztlányaim vannak, ugye meccsről meccsre mentem, fáradt állapotból pihentbe kerültem, aztán megint fáradtba, ezt ismételtük jó párszor azon a napon. Egy katarzis volt az egész, tehát igazából itt szavakkal nem is nagyon lehet, én úgy gondolom, ezt leírni. Amit én akkor éreztem, az eddigi pályafutásom során sehol máshol nem volt, nem fordult ez velem elő, pedig azért már jó pár kilométer van bennem, és rengeteg versenyen és mérkőzésen megmérettettem. Csodálatos egy nap volt, tehát arra tisztán emlékszem, hogy még sírva nyilatkoztam, hogy nem szeretném, hogy vége legyen, és ezt teljesen komolyan is gondoltam. Minden egyes mozdulatom, minden egyes gondolatom, minden egyes levegővételem egy pozitív sugárzást árasztott nem csak nekem, hanem a körülöttem lévőknek, illetve a dolgozóknak is. Tényleg nagyon-nagyon szerencsésnek mondhatom magam, hogy ezt a flow állapotot én így átéltem. Úgy érzem abból, amit mond, hogy ez a bronzérem, ez nagyon jó, tehát ezt ugye elfogadta.
Egy pillanatig nem volt szomorú azért, hogy esetleg nem ezüst vagy arany? Nem, nem. Azt kell, hogy mondjam, hogy a modernkori sportban, aki az olimpiai dobogó körül van, vagy már esetleg inkább azt mondom, hogy rajta, ott az éremszíne nagyon minimális esetben változik, vagy hogy mondjam, fontos már a sportolóknak. Nyilvánvaló, hogy mindenki az aranyéremre törekszik, és azért harcol. Főleg úgy mondanám én ezt utólag pozitívan, vagy értékelve pozitívan, hogy ugye egy győztes mérkőzésből kerültem a pódiumra. Ugye itt szokták ezt pedzegetni, hogy most siker vagy kudarc az olimpiai ezüstérem, mert ugye utána vesztes mérkőzésről jövünk le, folyamatosan benne van az emberbe. Nekem egy győztes vígaszági mérkőzésem volt az aktuális világbajnok ellen, illetve egy győztes bronzmérkőzésem az aktuális Európa-bajnok ellen. Nem jöhettem ki ebből rosszul, tehát egy másodpercig nem volt bennem semmiféle negatív érzés vagy csalódottság. Egy minimális a napközben azért volt, mert akitől kikaptam Némettől, én úgy gondolom, az is egy kézben tartott mérkőzés volt, egy szerencsétlen helyzet volt, amit a sportban elég sokszor bekövetkezik, úgyhogy viszonylag ezen is elég hamar átléptünk, és így tudtunk sikeresen átmenni az akadályokon, amik utána következtek. De ugye azóta már elég sok hónap eltelt, mi minden történt önnel azóta? Voltak nagyobb sikerek? Pont múlt héten lettem Grand Slam bronzérmes, most értem vissza. Évvégén megnyertük az osztrák bajnokságot, hisz idegen légiósként tevékenykedek kint Ausztriában. Bronzérmesek lettünk a német bajnokságban, és hát igaz, most utoljára hagytam, de hát a legfontosabb pedig, hogy megszületett a második gyermekem, kislányom, ő is már több mint 4 hónapos, úgyhogy nagy boldogság van a családban, hál' Istennek egészség is, úgyhogy tényleg panaszra semmi okom. Akkor most gondolom, egy kicsit jobban megérti ezeket a gyerekeket, akik itt vannak, hiszen ők is bajnokok, ők is győztesek, legyőztek valami fontos dolgot. Miért tartja fontosnak, hogy eljöjjön, említette, hogy már második alkalom? Én abban bízok, és azt hiszem, hogy ha legalább egyiküknek már egy kis segítség voltam, vagy boldogságot okoztam, akkor már megérte az, hogy ide elutaztam. Nagyon fontosnak tartom a doktor urak, illetve hölgyek munkáját is, illetve a segítőket is, nagyon nagyra értékelem őket. És tényleg, ahogy említettem is még az interjú előtt, én nem szerepelni szeretnék idejönni, hogyha esetleg van bármiféle kérdésük a srácoknak, hogy mondjuk ilyen mentális értelemben valamin hogy tudnának átkeveredni, akkor nagyon szívesen átadom azt a fajta tapasztalatot vagy tudást, amit szereztem. És lényegében ennyi, tehát én nagyon-nagyon nagyra értékelem azt, hogy ők itt vannak, hogy harcolnak, hogy sokkal komolyabb dolgon mentek át szerintem, mint amin mi sportolók átmegyünk. Most itt is van különbség győzelem és győzelem között, úgyhogy én tényleg csak kitartást kívánok nekik, és ahogy időm és erőm engedi, én mindig itt leszek, és próbálom őket segíteni és támogatni.